Felkészült a géppark a téli időszakra. A Magyar Közút nyíregyházi és további 6 mérnökségén is rendbe tették és beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, valamint téli felszereléssel látták el az univerzális járműveket a szakemberek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság 2275 kilométernyi útszakaszért felel, ahogy a megyei igazgató kiemelte, a téli felkészülés egy egész éves feladat, a tényleges téli időszámítás pedig november 10-én kezdődik a közútnál. A legnagyobb problémát a hófúvás okozza a hideg hónapokban. November 10-ig be kell fejeznünk az úthálózat felkészítését, el kell végeznünk a kátyúzási feladatokat a burkolaton, ki kell helyeznünk a szükséges helyekre a hóvédműveket, ez megyei szinten most 38 kilométeren történt meg. Meg kell történnie a gépkezelő személyzetnek az ismételt oktatásnak, illetve föl kell készítenünk a mögöttem látható gépparkot is erre a téli időjárási, illetve a téli üzemeltetési időszakra. A téli szolgálat november 10-én kezdődik, ettől a dátumtól ügyeleti szolgálat működik a közútnál. Ebben az időszakban fontos az információ közlés. Ilyenkor történik a sikosságmentesítés és hóeltakarítás, de az útmenti növényzet gondozása is a megyei igazgatóság feladata. Az idei téli időszakban 253 szakember látja majd el ezeket a feladatokat, illetve összesen 13 ezer tonna útszóró só áll a megye rendelkezésére. A március végéig tartó időszakban egy diszpécseri rendszer koordinálja a munkát, ők tájékozódnak a meteorológiai jelentésekből, ellenőrzik a webkamerákat, valamint egy flotta menedzsment rendszeren keresztül a járműveket is nyomon követik. A téli készenléti rendszernek 4 fokozata van, a negyedik a 24 órát meghaladó havazást, hófúvást vagy ónos esőt jelenti. Egy átlagos télen nagyjából 15-20 havas és 50-60 sikos nap van, közölte a megyei igazgató. A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására 78 darab saját gép áll rendelkezésre. Ebből a 78 darab saját gépből 56 darab az úgynevezett kombinált gép. Ezek a kombinált gépek, ezek föl vannak szerelve sószorú és hóeke adapterekkel egyaránt, így egyszerre egy időben tudják megkezdeni a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokat is. Ezen felül még 10 hómaróval rendelkezünk, 7 homlokrakodóval és 5 gréderrel. Fölkészülve a rendkívül téli időjárásra további 28 lehívható gépre kötöttünk megyei vállalkozókkal szerződést. Itt egy rendkívül téli időjárás esetén lehetőségünk van nagy teljesítményű traktorok és homlokrakodók igénybevételére. Óvári László a sajtótájékoztatón azt is kiemelte, elakadt járműveknek nem tudnak segítséget nyújtani, ez nem a közút feladata, hiába várnák ezt tőlük. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy megfelelő műszaki állapotú autókkal induljanak útra télen, ha pedig szélsőséges az időjárás, legyenek türelmesek és inkább 5-10 perccel később, de biztonságosan érjék el úti céljukat.